Április 26-a a Szellemi Tulajdon Világnapja, amely valójában a képzelőerő, a kreativitás, az emberi tudás előtti tisztelgés napja. De tudjuk-e pontosan, hogy mit is foglal magába a fogalom? Milyen törvényi keret védi a szellemi tulajdont? Mi is az az iparjogvédelem, és mi vonatkozik a szerzői jogokra? Tőlünk távolinak tűnő fogalmak, de ha jól belegondolunk, rájövünk, hogy teljesen átszövik életünket. Hogy milyen formában? Ennek feltérképezésében segít nekünk ma Kuti Csongor jogász, aki eljött hozzánk a stúdióba. Szeretettel köszöntelek, Csongor. Üdvözlöm én is a nézőket. Tehát, ahogy mondtam, lépten nyomon szellemi tulajdonokba botlunk, úgyhogy a legjobb lenne, hogyha tisztáznánk azt a fogalmat, hogy mit is jelent, és hogyan vesz körül minket. Hát ugye alapvetően szellemi tulajdon fogalmába beletartozik bármi olyan, ami az emberi szellemi alkotás, tehát az eredeti szellemi teljesítmény. Ez lehet a művészeti alkotásoktól áll, a térképekig, internetes adatbázisokig, ezen túlmenően múzeumi tárlatok, vagy iparművészeti alkotások, építőművészeti alkotások, márkanevek, logók, brendek, mindenféle, ami tulajdonképpen körülvesz minket. Igen, azért beszéltünk is arról így pár perce még, hogy akkor mi nem szellemi tulajdon, mert hogy tényleg rengeteg emberi alkotás vesz körül minket, úgyhogy lassan már kevesebb az, ami nem, de hát mondtad, hogy ez nem így van azért teljesen. De mikortól szorul védelemre az, jogvédelemre a szellemi tulajdon? Igen, itt egy kicsit pontosítani kell, hogy tulajdonképpen a szellemi tulajdon fogalmát két nagy kategóriára lehet bontani, az egyik lenne a szerzőjogok, a másik pedig az iparjogvédelem alá eső szellemi alkotások kérdése. Itt a kettőnél az, hogy mikortól érvényes rá az oltalom, az attól függ, hogy melyik kategóriába tartozik. A szerzőjogi oltalom alá eső alkotások esetében az alkotás megszületése pillanatában, függetlenül attól, hogy nyilvánosságra hozták-e vagy nem az alkotást, tehát maradhat a fiókomban egy nagyszerű vers, és már attól függ pillanattól kezdve, hogy én elkészítettem, akkor megírtam, akkor már az én szellemi tulajdonomat képezi. Viszont az iparjogvédelem kategóriába eső alkotások esetében itt az oltalom csak akkor jön létre, amikor a tulajdonosa tulajdonképpen levédeti, tehát tesz egy ilyen adminisztratív lépést, egy procedúrát, amikor oltalom alá helyezi az alkotást. Hát hogyha ezt elmulaszt, akkor bárki más szabadon használhatja az adott alkotást. Tehát, hogyha nekem van egy ötletem, akkor az minden esetben szellemi jogi védelemre szorul? Tehát a találmányok, a receptek, a technológiák, mindaz, ami az ipari termeléshez tartozik tulajdonképpen, ezek felett csak akkor tudunk jogokat gyakorolni, hogyha őket levédetjük. Mindahogy látják a nézők is a képernyő sarkán az RDTV logót például, tehát ezt úgy biztosítjuk, hogy más televízió vagy más vállalkozás ezt ne tudja használni, hogy a megfelelő állami hivatalnál ugye oltalom alá helyezzük, és nyilván az oltalmi periódus is különbözik a két kategóriánál, tehát a szellemi alkotások a esetében nagyjából a szerzőjogi oltalom alá eső szellemi alkotások esetében nagyjából most durván 70 év az oltalmi, de a szerző egész életében és a szerző halálától számítva 70 év, míg az iparjogvédelmi oltalom az a bejegyzéstől számított 9 évig érvényes csak, és utána, ha nem újítjuk meg, akkor szabadon felhasználható. Említetted ezt a kétfajta jogi védelmet. Most egy picit pontosítsunk, hogy mit is takarnak ezek a fogalmak, tehát az iparjogvédelem és a szerzői jogok. Melyik milyen szellemi tulajdont véd? Igen. Tehát a szerzői jogok, az is egy elég nagy kategória, az összes művészeti alkotásra érvényes. Ide tartoznak a térképek, szótárak, fotofilmművészeti alkotások, internetes adatbázisok, múzeumi tárlatok, meg hasonlók, köztéri szobrok, építőművészeti alkotások, akár a kertépítészeti alkotások is, mert az is egy eredeti szellemi termék tud lenni, hogy megtervezi valaki egy kertnek a, gondoljunk ezekre az angol-francia nagy kastélyparkokra, ugye, és az iparjogvédelmi oltalom pedig az az ipari termelésben kerülő javak, tehát a gyógyszerek receptjei. Pont a C-vitaminra gondoltam, hogy az. Így van, a gyógyszerreceptek, vagy a különböző italok elnevezését, tehát ilyen földrajzi márkanevek, mint a tokai, vagy konyak, meg a hasonlók, amik nagyon szorosan termékhez kötöttek, vagy akár a pálinka is, ugye ezzel is vitatkoztak, vagy itt nálunk Erdélyben a csirkisör története az ismerősebb, ugye. Vagy a székely termék. Igen, ezek mind ipari jogvédelem
alá tartoznak, amelyeket le kell védetni, be kell jegyeztetni. Ezek lehetnek szlogenek is, márkanevek is, az üdítő, híres üdítőital márkának a kaligráfiája, tehát azok a tipikus karakterek, amivel meg van jelenítve az üdítő üvegnek a formája is akár. Tehát nem csak a receptje magának az italnak, hanem bármi más megjelenítési formája lehet iparjogvédelmi oltalom alá kerülendő. Ha valaki ezt elmulasztja, akkor ennek mik a következményei? Hogyha mondjuk ő önszántából nem védeti le, vagy valaki ösztönzi majd erre, vagy hogy működik? Erre senki sem fogja ösztönözni, ez mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy a saját termékeit, márkaneveit, arculatát oltalom alá helyezze azért, hogy csak kizárólag ő használhassa, vagy esetleg átadhassa felhasználásra másoknak, hogyha olyan sikeres lesz a termék, mint mondjuk egy ilyen autóipari vagy gyógyszerrészeti anyag esetében. Ugye most tudnék mondani erre egy példát, az egyik volt híres védautomárk esetében, akik föltalálták a biztonsági övet, amit most már mindenki használ, és mindig be kell csatolni. Ők ezt voltak annyira jó fejek, hogy nem helyezték oltalom alá, és az összes autógyár ezt ingyen használhatta. Viszont egy csomó más műszaki megoldást, eszközt az fogja élvezni a hasznát, aki először levédeti. Például az ipartörténetben ugye ilyen volt a telefon, a rádió, a villany, izzó, ezek mind annak a nevéhez kössük, aki először levédette, nem feltétlenül az a személyhez, aki először föltalálta. Ugye az izzónál például ottan Tesla és Edison között volt a nagy konkurencia, hogy kitalálta fel hamarabb. Állítólag Tesla, de Edison volt az, aki levédette hamarabb. És milyen előnyei vannak annak, hogyha levédeti valaki, mondtad a hasznot, akkor konkretizáljuk, hogy mi a haszon ebből? Tehát itt elsőbb a kereskedelmi haszon felől lehet megközelíteni, de ő fogja egyedül használni tudni, tehát ő határozza meg, hogy mire használják azt a technológiát, azt a márkanevet, elnevezést, stb. És mindenki másról, aki használni szeretné esetleg, akkor lehet egy felhasználási díjat kérni például, vagy egy kizárólagosságot, eredetiséget biztosít a saját termékei számára. Említetted, hogy ugye, meg hát tudnivaló, hogy van ennek egy vége, annak a jogvédelemnek. Mi történik utána? Hogyan módosulnak ezek akár a haszonélvezési része? Tehát az iparjogvédelemnél az, amikor lejárta a 9 esztendő, hogyha nem újítja meg a védelmet, akkor a szabadon felhasználhatóvá válik, tehát bárki használhatja saját termékeire, illesztheti a másik elnevezését, vagy a színeit, vagy a logóját, tehát szabad felhasználhatóvá válik, ugyanúgy, mint a szerzőjogi oltalom alá eső alkotások esetében, amikor lejár a szerző halálától számított 70 év, és akkor szabadon használható lesz az alkotás. Tehát nem kell majd jogdíjat fizetni azért, mert valaki most Petőfi Sándor verseiből szeretne egy könyvet kinyomtatni, vagy egy hangos könyvet készíteni. Tehát ezért már Petőfi Sándor jogutódjainak nem kell fizetni semmit. Hogyan történik? Tehát milyen lépéseket kell végrehajtani mondjuk egyik és másik kategóriában, az iparjogvédelem és a szerzői jogvédelem? Lépéseket igazából végrehajtani csak az iparjogvédelem esetében kell, tehát ennek megvan attól függően, hogy szeretnénk területileg, mekkora területre szeretnénk levédetni. Ugye vannak nemzeti iparjogvédelmi szervezetek, Romániában is megvan a megfelelő OSIM névre hallgató szervezet, Official de Stat Pentru Vencisi Marci, ugye ez a román neve neki, amelynek vannak területi képviseletei minden megyeszékein, és akkor azt fel lehet keresni, le lehet tenni egy kérést, be lehet mutatni a levédendő, nem tudom, technológiát, terméket, újítást, elnevezést, bármit, és akkor van egy ilyen adminisztratív procedúra, aminek a végén egy díj megfizetés ellenében persze meghirdetésre kerül a megfelelő kiadványban, ami ezzel foglalkozik, és hogyha senkinek nincs ellenvetés, akkor be fogják jegyezni, és kapunk egy szép tanúsítványt róla. Ez egy hosszas procedúra, bürokratikus szempontból mondjuk? Nagyjából 30 napos. Nyilván ott függ, hogy mennyire bonyolult dolog az, amit leszeretnénk védetni, tehát hogy egy bonyolult technológiai recept lehet, hogy több időbe fog tenni, de úgy általában hogy egy-két hónap alatt ez lezajlik. Na most a másik esetben a szerzőjogok esetében ott semmiféle procedúra nincsen, semmilyen feltételnek nem kell megfelelni, csak hogy eredeti alkotás legyen, és az, aki az eredeti alkotást létrehozta, az a publikálása nélkül, tehát nem kell nyilvánosságra sem hozni, csak attól függően, annak a függvényében, hogy elkészítette azt az alkotást, már automatikusan megszületik az oltalom, a szerzőjogi oltalom. Sok konfliktus adódik mondjuk abból, hogy némelyek elfelejtik ezeket a lépéseket végrehajtani? Vagy például mi ajánlott ilyen szempontból? Tehát addig nem mutatom meg a találmányomat, az ötletemet, amíg én nem védettem le? Igen, tehát hogyha a kereskedelmi hasznot szeretnénk, akkor nyilván nem fogjuk nyilvánosságra hozni addig, amíg le nem védettük. Mert vannak gondolom, akik vadásznak erre. Igen, hogy igen, és nagyon sok újítás, technológiai újítás, úgy szerez elsősorban tudomást
a nagy közönség, hogy elindul ez az eljárás, a levédetési eljárás, az oltalmi eljárás, és akkor ott publikálják a megfelelő kiadványokban ezt az eljárás tényét, és akkor onnan a szemfülesebb sajtó az tudomást szerez, hogy valami készül, mert valami érdekes dolgot védett le valamelyik nagy cég. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor porul járna, nyilván ha előbb hozzák nyilvánosságra, mint hogyha levédették volna. Napjainkban főleg sokat találkozunk ezzel ugye a kalózkodással, akár internetről letöltött anyagokkal, stb. Hogy áll Románia, akár a nyugattal összehasonlítva ebben a kérdésben, mennyire tartjuk be a szabályokat? Amit említésre került, kalózkodás, meg letöltés, meg efélék, ez a szerzői jogok kategóriába tartozik, tehát annak a specifikus megszegési módja. Hát Románia jogszabály szinten jól áll, tehát a megfelelő nemzetközi, illetve európai irányelveket, azokat nagyjából a román jogba átvettük és törvénybe iktattuk. A betartatása az egy kicsit nyögvenyelősebb, nem igazán tudjuk betartani. Egyrészt nincs meg a kultúrája ennek az emberekben, hogy erre odafigyeljenek a szerzők esetében, az előadóművészek esetében annyira. Nem ragaszkodnak ahhoz, hogy pénzét tegyék az eredeti alkotásukat, vagy előadásukat. És hát a kalózkodás esetében pedig hát nincs meg az a tehát itt a filmekről, felügyelet. Meg mindenről beszélünk, igen. Ugye? Igen, igen. Tehát az illegális letöltések, megosztások, stb. Itt nincs akkora felügyelet, ugye nyugatabbi országokban az előfordul, hogyha az ember letölt valamit egy ilyen illegális fájl megosztóról, akkor másnap rákopogtat a rendőrség és megkérdezi, hogy mit célból tette. Bizony, itt Romániában azért annyira nem jellemző, tehát nem követik annyira, nem erősítik meg annyira a jogszabályt, gyakorlatban. Itt mely területen a leggyakoribb az előfordulása mondjuk a törvényszegéseknek? Hát ugye a leglátványosabb Romániában, mert ez talán a média is sokat foglalkozik vele, ez a plágium ügyek, amikor ugye a különböző szakdolgozatok? Igen, a diplomadolgozatok, doktori címek esetében, amikor kiderül, ugye főleg a politikusokról szokott ez kiderülni, ugye, mert ez tart nagy érdeklődésre számot, hogy másolták a dolgozatukat, és akkor látunk mindenféle magyarázkodásokat erre, kevésbé szalonképes magyarázkodásokat. Igen. Ránk mi tartozik, akik a felhasználók vagyunk, és tiszteletben szeretnénk tartani ezeket a szellemi tulajdonokat? Tehát a felhasználók szempontjából, hogyha nem szeretnénk megsérteni másoknak a szerzői jogait, azt kell tudnunk, hogyha személyes felhasználásra másolunk, töltünk le bármit, azzal még nem sértettük meg senkinek a jogát, ezt a törvény megengedő személyesen vagy szűk családi körben használjunk, megtekintsünk eredeti alkotásokat, viszont hogyha megosztjuk másokkal, akár interneten, akár hagyományosabb módszerekkel kölcsönadjuk, elajándékozzuk, nem is kell pénzt kérjünk ezért, ezzel már megsértettük a szerzői jogot, hogyha a normális személyi vagy szűk családi felhasználás körét meghaladtuk ezzel. Illetve azt kell tudnunk, hogy amennyiben idézünk, megosztunk, felhasználunk dolgokat nyilvánosság előtt, akkor jelöljük meg a forrását, hogyha nem a mi eredeti szellemi alkotásunk. Tehát jelöljük meg, hogy ki a szerző, hol találtuk, és akkor elkerüljük annak a vágyját vagy kellemetlenségét, hogy valaki kártérítést követeljen tőlünk. Azt a nézők kedvéért azért elmondjuk, hogy téged szoktunk ilyen kérdésekben megkérdezni, és javasoljuk mi is azt másoknak, hogyha bizonytalanok ebben a kérdésben, akkor a legjobb szakemberrel beszélni ezekről, hogy ne kövessünk el hibákat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezen a napon beszéltünk erről, mert igazán fontos. Köszönöm én is.